Sziasztok, üdvözöllek benneteket, én Hullander vagyok, és ez itt meg Rednalnuk, aki nem bír magával, aztán föl alá ugrándozik, ugyanis Skyrimozni fogunk, régen volt már Skyrim, és nagyjából annyit is tudok, hogy ott hagytuk abba, hogy valamire arra felé megyünk, tehát körülbelül ennyi, ugye, ahogy már mondtam egy másik videóban, a hétvégén nem tudtam Skyrimot felvenni, igaz, hogy a hétvégén lett volna soros, oda megyünk sodrásba, szóval igaz, hogy a hétvégén lett volna a Skyrimon sor, de a soroló az nem működött, mármint a rendsodró nem működött rendesen, úgyhogy a rendszert sem tudtuk betartani, mert a laptop töltőt azt itt hagytam fent Pesten, úgyhogy laptop töltő nélkül meg nem tudok videót felvenni, mert nincsen áram a gépben és lemerül. Na, jó, abba a dologba, hogy Arkaisten mit akart, abban nem akarok beleavatkozni, mert az biztos valami küldetést kezden el. Itt a tehenet, azt ilyen tök jól arrébb toltuk, mert hát végül is az csak egy tehén, vagy ökör, vagy bármi is legyen ott, minden esetre egy lábas jószág, úgyhogy akkor bandukolunk szépen felfelé, sodrást felé. Ugye én valami ilyesmire emlékszek, hogy az előző részben mondtam, hogy nem tudom pontosan, hogy gyalogoljunk-e, vagy menjünk-e fel Whiterunba, és akkor Whiterunból, tudjátok mit, várjunk már egy kicsit úgy, hogy ti is lássatok valamit a dolgokból. Mondjuk ez nem tudom, ez gondolom megint valami hajnali órákra fog bennünket berakni, reggel 6 órára. Szóval gondolkoztam rajta, hogy akkor pontosan hogyan kellene, hogy gyalogoljunk, vagy ne gyalogoljunk, vagy mint, meg hogy, hát ez most tök jó így, akkor még egy kicsit. Szóval gyalogoljunk-e, vagy Whiterunba menjünk-e el, vagy hogy mit csináljunk, és arra jutottam, hogy na, gyalogolni fogunk, mert hát valamit azért dönteni kell. Szerintem, ahogy már mondtam, nagyjából ugyanakkora a távolság, itt nem tudom, hogy merre. Tábla nincs. Nem van itt valahol egy tábla? Nem van. Jó, hát határozottan nem erre, mert ott, ahol olyan kis egymásra halmozott kők jelölik az irányt, az ott valószínűleg nem egy jó út. De erre még mi már jártunk. Ez most visszafelé megyünk Falkszvidbe, nem? Hát nem. Nem. Ugye az ott Helgen. Hogyha Helgenbe eljutnánk, akkor onnantól már nem lenne nehéz. De meg mindig bespawnolnak újra orgyilkosok, mert itt már voltak egyszer, de ez így most viszont nekünk teljesen jó, mert itt torony iránt megyünk, itt egy barlang. Mit szólnátok, hogyha benéznénk ebbe a barlangba? Ebbe a lóba most furódott be, az előbb a nyilvessző, úgy láttam, mintha valami nyilvessző, ilyen rohadt lassú, és akkor belement volna Sanyinak a jobb hátsó csülkébe, ajjajjajjaj, mágusok vannak, ha! Megtaláltalak, jó, beszeretnék zoomolni. OMG, OMG, itt most rengeteg sokan vannak. Na, akkor... Itt most, jó, egy megvan. Kettő, nem, nincs meg. Jó, ez így itt most abszolút nem jó. Na, szépen akkor valami észszerű dolgot csinálunk. Arrébb lökött Sanyi, hihetetlen, szóval... Nézzétek, már lassítva nem tudok eltalálni senkit sem. Oké, ott az egyiket eléggé durván sikerült lesebeznem, szerintem az most éppen regenerációját tölti a szanatóriumban, úgyhogy vele most nem foglalkozunk. Oké, ő megvan, a következő az itt van valahol ott. Gyerünk. Jó, oké, ő is meg lett, mielőtt healelni tudott volna. Jó, akkor most meg... Ugye Sanyi, nem foglalkozol velük. Légy szíves. Sanyi, please. Sanyi, plus. Oké, egy... Na, az szép volt. Gyerünk, állj meg. Oké, egy... Gyerünk, állj meg. Oké, azt meg nem találtam el. Nagyszerű. Akkor majd most. Komolyan mondom, ebben a részben nem tudok lőni. Tehát így mindenféle lövés skillem, ami eddig volt, az így volt nincs. Oké, na téged onnan már csak egyszer, kétszer, jó. Téged egyszer, és nem. Hogyha nem lennék benne, vagy hogyha biztos lennék benne, hogy nem Sanyit lövöldözöd, akkor most. Na hála az égnek. Hol van Sanyi? Remélhetőleg itt van, nem lett neki semmi baj. Úgy látszik, hogy most már a farából se áll ki semmi olyan dolog, ami oda nem illene. Úgyhogy akkor innentől kezdve most már jók vagyunk. Mi ez? Kövi poszát a tojás. Ez tök jó, ezt a pöszéknek a lehető legjobb, mert kövi poszát a tojás.
Na, nézzük már ezt a két kérdést, hogy milyen jó, hát ez szó szerint feldobta most a talpát. Van nála 9 arany, meg egy acélpallas, amire nincsen szükségem, se olyanra nincs, ami pallos, se pedig olyanra, ami paltalan. Itt van egy tábortíz, amelyik még füstöl. Várjál, most sötét elf, ruha, patikus, levendula. Jó, egyébként ebben van egy olyan vicc, hogyha ide, ugye ez itt egy sötét elf, és ide ráugrunk, és rányomjuk a csizmánkat, mint most én az előbb, akkor utána meg mehetünk haza, és énekelhetjük, hogy anyám, anyám, édesanyám, elfes lett a csizmám. Jó vicc, nem? Nem? De ne vessél rajta. Ne csináld úgy, mintha nem lenne vicces, ne vessél, gyerünk. Na, szóval, fent van egy, úgy látszik, hogy egy sárkányhely, arra felé pedig egy barlang, ami azt jelenti, hogy én teljes egészében eltájoltam magamat, úgyhogy most túrázni fogunk egy kicsit. Mit szóltok? Mert Rednalnuk azt mondta, hogy én nagyon szeret túrázni az erdőben, a hegyekben, pláne szereti azt, amikor függőlegesen vagy függőleges közeli helyeken kell mennie, úgyhogy azt mondtam neki, hogy na jó van, hát oké, végül is miért is ne. Mondjuk... ugye tekintjük azt, hogy ez a sorozat egy hardcore, milyen messzire ki lehet zoomolni, tehát tekintjük azt, hogy na, nehogy már pont itt, na azért. Szóval tekintve azt, hogy ez a sorozat egy hardcore sorozat, és az első halálig tartana, nem annyira halálbarát ez a hely, amerre itt menni akarunk, de attól függetlenül majd remélhetőleg meg tudjuk oldani a dolgokat, és akkor itt lesz ennek a barlangnak a bejárata, úgy látom. Aha, itt lesz, valahol van itt, ja, feljebb van, biztosan feljebb van a sárkányhely is. Egyébként kommentek is jöttek, például Jaden the Jedi, majdnem Jaden the Yeti, szóval Jaden the Jedi mondta azt, hogy csontfagyaszt, de várjál, ez csak itt egy átjáró. Az hova visz át? Ide, a szürke vízbarlangba. Na mindegy, nézzük meg, mit szóltok. Szerintem nézzük meg, aztán hát, ha valami értelmes helyre kiukadunk, szerintem nem, de hát ha. Na, szóval Jaden the Yeti mondta azt. Jedi! Ah! Szóval, na mindegy, ő mondta azt, hogy 1:50 értékű cuccokat érdemes csak eltenni, mert tehát aminek 50, tehát 1 kilóra, vagy 1 egységnyi súlyra 50 aranyat fizessen érte a kereskedő, azt az érdemes elrakni, főt marhahús, ezt elrakjuk. És egy újítás legnagyobb itókája, az is ott tök jó. Szóval, barátom, nem magadnál kellett volna tartogatni, hanem meg kellett volna inni, és akkor nem jutottál volna erre a sorsra. Szóval, hogy azt érdemes elrakni, mert akkor lesz sok pénzünk, mondjuk nekem igazából rengeteg sok pénzem van, és egyáltalán nem érdekel az, hogy pontosan mennyi van, meg hogy nincsen elég, meg ilyesmi, mert van nagyon sok, és mindig elég, szóval erről a témáról azt gondolom, hogy ennyit ide. Tök jól le lehetett volna fuszrodázni ezt a trolltot, hogyha ez a helyét mélyebb lett volna. Erőlnét nagy itókája, vagy valami ilyesmi, nem olvastam el, csak hogy zöld színű volt, azt nem rakjuk el. Trollnál a törpnyilat, az viszont nagyon szépen megköszönöm, és akkor nézzük, hogy pontosan hova is vezet ez az átjáró. ő egy vámpír volt egyébként, és itt aludt éppen, és sötét volt, és valaki ezt a helyet itt kinyitott, és áh, de fény! És ő ezért van így meghalva. Ja, na, nézzük tovább égkoszorúba. Érdekes egyébként az, hogy a Skyrimot égkoszorúnak fordították lefelé. Ja, hogy ez az a sárkányhelyhez való átjárulni. Ja, hát igen, én pedig úgy látszik, hogy itt hegyet báztam. Ja igen, ezt a sárkányt, ezt... Basszus, ott a sárkány, de megijesztett. Itt komolyan, még meg is rántottam a szegeret. Én komolyan meg voltam róla győződve, hogy itt már nincsen sárkány. Hát én a játékban levő összes sárkányt egyébként kiirtottam már. Vagyis hát ez csak egy... Jaj, gyerünk be. Oké, jó. Szóval ez csak egy ilyen, mondhatnám úgy, hogy egy ilyen random bedroppolt sárkány, mert ennek forgatókönyv szerint nem kellett volna itt lennie. Nem így beszéltem meg a Bethesdával, hogy itt lesz egy sárkány, amikor másodjára is jövök. Jó, hol vagy? Oké. Mosolyog! Oké. Jújj, most kaptam egy csomó fire damage-et, nem baj, most jött el a mi időnk. Kapott ő is egyet, és áj, az a több nyíl viszont nem talált el, merre mész? Oda, nem. Jó, na, oké, akkor felállunk, és nézzük, hogy... Jó, oké, most pont a túloldalon van, ami jó.
Nem tudok ugrani! Gyere be! Jó, oké, nem vagyunk rosszul. Oké, egyszer... Kétszer, ops! Oké, ez itt most egy erősebb jól volt, mondta a sárkány, hogy jóló, aztán én ordítani fogok, hatodik, ha szakad. Jó, oké, ő megvan, mi van? Igen, így, jó, át kéne mennünk a másik oldalra. Jó, oké, ott van, nyilat elővesszük, és akkor szépen itt kukucs, oké, és vissza, és kukucs, és vissza, most köp. Jó, oké, időlassít, kukucs. Jó, most még egy, op, nem, jó, még egy talán. Az elment fölötte, viszont nézzétek meg az életét, nagyon szépen haladunk most már. Viszont ki fog fogyni a elektromos encsa, ami annyira nem jó. Ő most ott kap egyet. Oké, sőt, adjunk neki. A második már nem ment be. Gyere, ugorj már fel. Jó, hol van? Aha, hogy ott zuhant le. Szia, remélem jó volt. Emlékeztek rá, vagy nálatok is volt ilyen, amikor még én legalábbis, amikor még kisebb voltam, akkor a iskolában, a konyhában ilyen csúszós padlólap volt, és mindig lehetett rajta csúszkálni, és körülbelül ez a sárkány is így érkezett meg, így yeah! És akkor gumis csúszós cipő van rajtam, és tudok talpon csúszni, vagy mackolgatján csúszni. Na, hát akkor lényegében ez minimális életveszteséggel sikerült ezt a vérsárkányt lekapnunk, sárkánypikkel egy törpnyilat elveszük tőle, megnézem már, hogy biztosan. Dovakin, Farakin? Nem, nincsen ilyen zene, úgyhogy ezt a helyet én már tuti jártam. Láda, van 266 arany, dédrikus kard, dédra kard, ezt azért csak elrakjuk már, ezt meg nem kell. Na, kérném a lelkedet. Vagy itt ilyen, ja, hogy ez itt egy ilyen műveltebb sárkány volt, van itt egy megbízás, és milyen megbízás. Ime az összeg, amiben megjegyeztük, elvárom, hogy hülyen teljesítsd akaratomat, ez a hülyen, ez ott úgy néz ki, mint valami spanyol név. Hülyen teljesítsd akaratomat, és Tanis Moresa a tolvajt, akit rendalunk néven ismernek. Nem kívánom a halálát, de nem lesz lelkés maradfordulásom, ami miatt ad szükséglet valami. Jó, oké, és a sárkánynak a naplója is itt van, Hjalvár naplója, szerintem ezeket én dobáltam amúgy el. Simán el tudom képzelni, de miért nem tudom beszippantani a sárkány lelkét? Nem, ez határozottan hiába adtam hozzá ezt a beszippantós hangot, bár ez inkább ilyen nyalogatós hang volt, de attól függetlenül nem működött a dolog. Na, jó, akkor viszont visszamegyünk, most már akkor volt ebben a részben sárkány ölészet is, úgyhogy akkor visszamegyünk, és akkor próbálom most már határozottan sodrást irányába venni az utamat. Nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, mennyire fog és ki elterelni. Mármint hát legalábbis a figyelmemet, milyen vicces lenne, hogyha most ide hallanátok a... Mi ez itt? Nem látlak a kéktől. Oké, egy. Nem látlak továbbra sem a kéktől. Kettő. Ja, nem, te még vagy. Oké, oda. Oké, jó. Ja, hát nem mondom azért, hogy törpnyél. Nem mondom azért, hogy törpnyél. Szóval, jégvidért fog meg ilyen fagyasztós cucc, ami nem érdekel. Szóval, valamit mondani akartam, hogy valamit nem mondok. De látjátok, ez itt teljesen jó, és hát nem is mondtam, tehát abszolút mértékben igazam volt. Szóval, ja igen, hogy nem mondom, hogy egyszerű volt azt ott meglátni a nagy kékségben. Jó. Na szóval vicces lenne, hogyha így eltérítenének. Tehát így ültök, nézzétek a filmet, valamint ezt a gameplayt, és akkor utána meghalljátok, hogy egyszer csak így belealacodik a mikrofonba, hogy eltereltük a VAST-t, és akkor innentől kezdve átveszük az irányítást a laptop között, és akkor nekem meg úgy kellene kommentálnom, mert eléggé hülyén néz neki a dolog. Na, ez itt Helgen, akkor nagyjából már olyan félút környékén lehetünk, ez a jó hír. A rossz hír az, hogy Sanyit azt elhagytuk valahol. Messze kint a fronton élt egy kis ló Sanyika neve. Mi ez itt? Ez itt már megint valami olyan hely, ahol én nem nagyon terveztem lenni, de állítsanak az a hely a másik irányba megy, és szerintem az egy farkasos barlang volt, amit a Skyrim sorozatnak még az előző évadában ki is írtottunk. Tényleg megnéztétek már az előző évadot?
Az első évadot? Most csak így érdekelne, hogy akik esetleg ezzel a Skyrim évaddal, a második Skyrim évaddal találtatok rá a csatornára, azok nézzétek meg az első Skyrim évadot, amennyiben tetszett, mert hát ott is volt egy, nem mondom el, hogy hány rész, de most kivételesen tudom, hogy hány rész, de volt egy jó pár rész, amit közösen végig tudtunk tolni, és szerintem az sem volt egy rossz. Nem tudom, hogy Sárkit hallok-e, vagy nem, ott egy nyuszi, ez itt meg egy vári. Jó. Oké, itt nem tudunk csónakázni, ja nem, az a Witcherben tudunk csónakázni, igaz? Itt nem, 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 itt nem. Jó, akkor átúszunk. Közben meg azért nem árt ilyenkor így megnézni. Mi az itt? Ja, hogy ez egy csónak. Pont ezt akartam mondani, hogy nem árt megnézni a Fizznek a fenekét, mert a például van üvegpajzs, meg ilyen vackok, ilyen ládák vannak itt a vízben. Jó, oké, akkor jöhetünk is felfelé. Nagyszerű. Na, és akkor itt van a következő feladat, amit meg kellene másznunk, túl kellene rajta lennünk. Jó, merre menjünk? Mondjuk erre. Igen, Rednalnuk ide vagy oda, de a függőlegesen még ő sem tud felmenni. Mondjuk nyilvánvalóan ezek a helyek ilyen textúráknak az illeszkedésénél támadhatóak a legjobban, hiszen tudjátok, mindig van egy egyenes pixel két textúra találkozásánál, ahova pont rá lehet ugrani, és pont meg tudja vetni a lábát a karakterünk rajta. Úgyhogy érdemes próbálkozni. Jó, oké, ide feljöttünk, akkor innen visszából kéne menni. Ó, nem. Nézzétek, az ott egy arc. Az ott egy küklopsz. Ott van a szeme, az ott a szemöldöke, és ott van neki az orra, és ilyen lefelé áll a szája. Egy szomorú küklopsz. Jó, na, hát most nekiállunk itt szerencsétlenkedni ezzel a hegyoldallal, ahelyett, hogy keresnénk valami utat, de tudjátok, utat keresni azt... Oké, jó. Szóval utat keresni az sosem olyan izgalmas, mint hegyoldalakon szerencsétlenkedni. Például gondolom, itt van egy út. Aha, jó, igen. Jó. Oké, hát a határozottan jobb lett volna, hogyha ezt itt kapásból megtalálom, és akkor nem megy el egy csomó idő azzal, hogy megpróbálunk ott följönni, mert ez is ugyanoda visz. Mi van erre? Mi van akkor? Ki tudunk? Igen, eléggé sok kérdésem támad most itt hirtelen. Igen, ez az első kérdésem megválaszolásra került, hogy mi van akkor, hogyha ki akarunk menni a világból, de kiírja, hogy nem mehetsz arra, és láthatatlan fal, és puk. Utálom egyébként a láthatatlan falakat, hogy a videója... De akkor miért arra mutat a nyíl, hogyha nem mehetünk arra? Tehát szerintem a videójátékokban lehető legidegesítőbb dolgok azok a láthatatlan falak. Meg minek hoz fel? Ajaj, ez itt most lehet egy rossz döntés volt. Ajaj. Gyerünk, megmozdult. Gyerünk. Valamerre. Ugorj. Op. Eged ugra. Oké, jó. Majdnem véget ért a sorozat most ezen az előző ponton. Na jó, szóval kírja, hogy nem mehetsz arra, és egy idegesítő az, hogy a láthatatlan falak. Azt nézzétek, láttatok? Szóval bakkecskéket megszégyenítő tempóval ugráltunk felfelé. Arra nekünk balra ott nem kellene bemennünk. Megpróbálok itt egy kicsit ilyen dőltebb szögben. Aj, öcsém, Sanyi, ezen a helyen Sanyival tuti, hogy lazán fel tudnánk menni, csak most itt kell küszködnünk Sanyi nélkül, de nem akar itt felfutni. Most akkor teljes egészében vissza kellene menni, mert ide, hogyha bemegyünk, oda, hogyha beesünk, de nem, ki tudunk onnan jönni talán. Jó, és itt meg ugorját oda, úgy, op, oda ne essünk be. Jó, innen átugrunk ide. Igen, figyelitek, szóval nem, az út az a gyengéknek az eszköze. Jó, innen átugrunk ide, jó, innen ide, oké, na, királyok vagyunk, rendben van, akkor alathatunk szépen tovább. Na, hát most mondjátok, hogy ilyen Skyrim részt láttatok már, amikor valaki így a fél életét az út mellett 3 méterre tölti körülbelül fönt egy hegynek a tetején. Itt meg egy mackó tappancs van, ami azt jelenti, hogy itt valahol, gondolom, lesz valami mackó tappancs, nem is egy, hanem négy, egy mackónak a tetején már, mint medvének, most ne a
melegítőre gondoljatok. Jó, ott ott lók vannak. Ja, akkor ez a viharköpenyes. Jaj, persze, ez a Stormcloakoknak a tábora. Mit szólnátok, hogyha én ezt most itt elvinném? Így. De csak ez ilyen... hogy is hívták? Rekvirálás volt? Amikor elvitték a... Amikor elvitték az eszközeidet azért, hogy hadi célokra alkalmazzák, elvitték a lovadat. Nem rekvirálás volt. Volt valami. A Habsburg, az Osztrák-Magyar Monarchiánál tanultuk. Volt a... Ajjaj. Volt a rekvirálás, meg volt még valami, és... Forspont. Vagy nem? Vagy ez megint más volt? De régen volt már sajnos az a történelem oktatás, és most nem vágom annyira pontosan így mindenféle felkészülés nélkül. Ellenben viszont a földrajz oktatás nem volt olyan régen, és a tanulmányaimból meg tudom állapítani, hogy most egy hegyen megyünk felfelé. Ez nem lehet, hogy az a világtorka a hegy, de... De jó, akkor itt most egyenesen átkelünk. Aj, öcsém, mennyire az utat, mennyire az úton kellett volna maradnunk, és mindettől mentesülve lennénk. Jó, szordok. Itt lesz valami troll is akkor, de mi erre felé fogunk menni. Na most, hogyha ez az út, igen, ez itt egy lépcső, szóval határozottan ez az út, hogyha ezen az úton lefelé megyünk, akkor eljutunk Ivarfalvába. Ivarfalván meg végigmegyünk, és ott átúsztatunk egy tón, és akkor eljutunk Sodrásba, Riftenbe, és akkor onnantól kezdve meg minden rendben lesz már, mert akkor elérkeztünk az úti célunkhoz, és akkor a kedves kis hölgy a GPS-ben mondhatja, hogy érkezés a célponthoz. Mármint gondolom, hogy nem ilyen mély hangon mondjuk érkezés a célponthoz, de attól függetlenül valószínűleg mondja. Na, kérem szépen, akkor itt szerpentinezünk össze-vissza. Eléggé hós ez a táj, meg eléggé kisüti a szemet. Néha olyan fura egyébként a Skyrimban a fény. Néha tök jók a dinamikus fények, azok például kifejezetten jók, de tudjátok, amikor kilőttök előre valamit, mondjuk egy ilyen flare-t, ilyen fákját mondjuk előre toltok, és akkor olyan tök jól árnyékol, de viszont csomószor van az, hogy itt egy kicsit kisodródtam a lóval, meg Maci is, szóval viszont egy csomószor van az, hogy számomra legalábbis túl fényes a játék, például van itt minden, ami szemszájnak ingere, szóval sokszor túlságosan fényes a játék, például a kövek azok egyáltalán nem kő megvilágítást kapnak, én nekem legalábbis ez az érzésem sokszor. Ez a problémám egyébként az, hát te meg ott mit csinálsz? Nézzétek meg, micsoda, a kezei környékén, meg a íja környékén milyen megvilágosodás, olyan aura van. Ja, nagyon megyünk akkor tovább szépen. Szóval az Eurotrucknál utáltam például, hogy a táblákat alig látom, mert az is annyira rosszul van a fényesítés megoldva rajta, hogy egyszerűen kisüti a szemedet, de akkor sem veszed észre, vagy akkor sem látod, hogy mi van ráírva a táblára feketével, mert annyira világos a fehér. Egyébként nyilván, vagy szerintem ezen ilyen HDR addon tudna segíteni, vagy HDR mod. Ugye a HDR az azt jelenti, hogy amikor ilyen pislogás szimuláció, vagy pupilla szimuláció történik, például a fényképezőgép is így állítja be automatikusan a fényerejét, hogy vannak bizonyos pontok, amiket megnéz, hogy azok milyen fényesek, és megnézi, hogy ezek a pontok mekkora kiterjedések. Tehát például megnézi most mondjuk ezen a képen megnézni, hogy az íg az milyen világos, alul a föld az milyen sötét, és középen meg a kép tárgya milyen sötét vagy milyen világos, és akkor ehhez mérten állítja be a egésznek a fényerejét, tehát mondjuk az alsó, a képnek az alsó harmadát felvilágosítja, a felső harmadát lesötétíti, Germund csarnok, oda most nem megyünk be, a középső részét meghagyja ugyanúgy, és akkor szépen egy egyenletes fényhatást fogsz kapni a végén. Szóval szerintem, vagyis hát legalábbis ez a HDR, és az, hogy a mondjuk egy Eurotruckos, vagy egy bármilyen játékban egy HDR mód mit csinál, szerintem ugyanezt, mondjuk a képernyőn található pontoknak a számát megnöveli, de nem tudom, mert hát gondolom nem úgy működik egy ilyen videókártya által legenerált kép, mint ahogy egy digitális fényképezőgépnek mondjuk a
objektívjének a képfelismerője működik, vagyis hát nem az objektívjének, de a kis képfelismerő szoftver működik, szerintem nem feltétlen ugyanaz az elv, de hát aztán a végén meg tudja a francot, meg valaki valahonnan futott, ja, hogy itt a Malomnál futott, annyira sietett már ahhoz, hogy végre elkezd, ja, hogy itt birodalmi katona van. Ja, hogy akkor ti itt most valamit háborúztok? Kik vagytok? Ti a birodalmi katonák egymást ölik? A sodrásdi őr meg a birodalmi katona ölik egymást. Ja, azért ölik egymást, mert ellenségek. Hát jó. Akkor mi menjünk. Ja, persze, mert a Riften, az a, vagy a sodrást, az ugye a lázadóknak a kezén van, a kékeknek a kezén, és ugye a kékeknek meg a pirosak az ellenségeik, a videójátékoknak a szabályát, ugye azt ismerjük. A kékeknek mindig a pirosak az ős ellenségeik, bármilyen játékról is legyen szó, úgyhogy azért ölik egymást. Na, oké, és akkor lassan-lassan már én azért egyáltalán nem szomorkodnék, majdnem azt mondtam, hogy egyáltalán nem örülnék, de egyáltalán nem szomorkodnék, nem halnék bele a szomorúságba abban az esetben, hogyha elérkeznénk már végre valahára sodrásba, mert nyilvánvalóan jók ezek a kis félórás részek, amik mit dübög meg? Ja, hogy egy medve! Oké, okay. Jó. Szóval jók ezek a félórás részek, csak egy idő után már úgy nem nagyon van mit beszélni, mikor aztán nyom előre a duplavét és megyek. Farkasok, van itt minden állat, minden hal, meg vad, meg mi jó falat, csak mondjuk ezek a vadak, ezek gondolom nem jó falatok, vagyis hát legalábbis a húse. Húsevő vadak. Tényleg egyébként miért nem eszünk húsevő állatokat? Nem gondolkoztatok még rajta? Mert mondjuk így én se. De most így eszembe jutott, hogy miért csak a növényevő állatok azok, amiket megesszük. Biztos, mert rossz a húsuk. Biztos, hogy farkasnak nem lehet jó a húsa. Aki evett már egyébként esetleg farkast, az megírhatja kommentben, hogy milyen ízű a farkasnak a húsa. Nyilvánvalóan gondolom nem a farkát ettétek a farkasnak, mert az biztosan eléggé porcogós lehet. Jó, itt lesz a tó. Igen, itt van a tó. Erre emlékezek. Mert az én fejemben nagyon jó elmék ezek. Haha, csak hogy egy kicsit rímeljek saját magamra. És akkor itt leszünk, igen, itt lesz a lóáros, és akkor itt fogunk víkeset, anya, így is mondhatjuk, ahol most vagyunk, és akkor itt fogunk majd lemenni a titkos bejáraton, ezen a tolvajos céhés bejáraton, itt a bevándorló tábort elkerüljük szépen jobbra, és akkor a tolvajok céhés bejáraton meg szépen majd be fogunk menni. Jaj, de jó, itt meg hál' az égnek van kocsis. Jaj, komolyan mondom, és ennyi is volt a ló, el is ment. Kik, mi, hogy? Ja! Holtan vagy jó, nem, kérlek szépen benneteket, a pók az még holtan se jó. Oké, okay. Shadr is ide jött, a Shadrnek a másik neve az Shandor lehet ez a valóságban, és akkor az ura az alkonyat és hajnal doedrikus hercege, mert én nem tudom az E betűt kimondani, és ezért szoktam Oe-nak mondani a Dédrikust. Jó. Na, akkor sodrás, és akkor itt lesz majd valahol, szerintem legalábbis a titkos lejáraton kell lemenni, amit most valószínűleg sokaknak el fogtok mondani, hogy itt van egy titkos járat. Hol is van a titkos járat? Itt, ide, így van, ott van, azt a gombot kell ott egyébként megnyomni, és akkor itt kinyílik ez a kripta, és akkor itt lejumpoltok. Oké. Beakadt a fejem. Szóval itt leugratok, és akkor a kopott kancsó ciszternába pedig szépen lementek, ott laknak a kopott kancsó ciszterci szerzetesek, és akkor azokkal meg lehet dumálni, hogy akkor pontosan kit és hogy meg mint kellene megölni. Igen, akad egy percem, mit akarsz? Egyáltalán nem kérdeztem, hogy akad egy perced. Arra voltam csak kíváncsi, hogy akad-e 3 évet, de az, hogy egy perced, az egyáltalán nem. Na, kopott kancsó! A kopott kancsóban szerintem véget vetünk ennek a résznek, és akkor a következőben már majd egy kicsit a történeti szállal is fogunk előre felé haladni, ugyanis beszélni fogunk, Delvin Mallory-val! Vagyis magyarul Mallory Delvinnel, mert Mallor városából származik, az ott van Zalaegerszektől egy kicsit délre. Na, rendben van, akkor, de jó helyre ültünk be, egy horkantó pástétum mellé, igen, tehát ő itt aludt, amikor jött belőle pástétum készült, és ezért a horkantó pástétum. Veszek magam,
Szóval ott van a kenyér is, nem fogom magamhoz venni, itt van a kés is, úgyhogy én akkor szerintem búcsúzom tőletek, a következő részben találkozunk, a következő részben megtudjuk, hogy Delvin Mallory, aki remélhetőleg addig nem iszza magát teljesen részekre, mit akar tőlünk, mert nagyon nézik bennünket, és akkor haladni fogunk tovább a sötét testvériséges küldetési lánccal. Addig pedig itt a megrakott asztallal búcsúzom tőletek, köszönöm a figyelmeteket, jobb oldalon felül megtehetek a szokásos linkjeinket, valamint a leírásban is a feliratkozáshoz, a következő részhez, az előző részhez, a lejátszási listához, valamint a további sorozatokhoz. Úgyhogy én akkor most búcsúzom tőletek, köszönöm a figyelmeteket, Hullander voltam, sziasztok!